Az Illatszertár című darab első olvasó próbáját tartották hétfő délután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei. László Miklós 1937-es végjátékában szerethető kisemberek küzdenek a magánnyal, és kergetik a boldogságot, ami pedig ott van az orruk előtt. Az Illatszertár finom, humorú, békebeli szerelmes mese, egyike azon kevés magyar vígjátékoknak, amelyek a határokon túl is sikert sikerre halmoznak, népszerűsége lassan 100 éve töretlen a nemzetközi porondon is. A történet szerint karácsony előtt egy drogéria agyonhajszolt alkalmazottai keresik a párjukat és helyüket az életben, sok más magányos, elfoglalt emberhez hasonlóan egy ismeretlen, sosem látott partnernek küldött levelek útján. A főbb szereplők közül asztalos urat Horváth Sebestyén Sándor, Balázs kisasszony Széles Zita, Hammerschmidt urat pedig Horváth László Attila alakítja. Lévén, hogy híres a darab. Itt a Vidoron is volt, úgy tudom, kétszer, és a nézők nagyon szeretik. Én nem ismerem, még nem találkoztam vele, sajnos nem láttam, de tudok róla sok mindent a darabról, hogy ez egy nagyon kedves, egy nagyszerű polgári kis történet. Remélem, hogy minden rendben lesz a várakozásnak megfelelően. Most délután elolvassuk, és akkor elkezdjük, megcsináljuk. Az előadást a rendező személye is különlegessé teszi, hiszen a történeteket saját felkavaró és kacagtató színházi nyelvére fordító, sokszoros díjnyertes Mohácsi János közel 2 évtized után tér vissza Nyíregyházára. Az Illatszertár is tartogat kihívásokat a rendező számára. Az, amivel én küszködök, pontosan az lehet a sikerességének a titka, vagy küszködök, hát azért az túlzás, ami a darabnak a problematikája, hogy ez valahol így az elfogadásról, meg a megértésről, meg a megbocsátásról szól, és ezek úgy igazából nem nagyon drámai témák, tehát inkább líraiak, és hogy ezt a líraiságot szeretném elkapni, úgyhogy ne legyünk segítsesebbek, se unalmasabbak a kelleténél. Az Illatszertár című darabot november 25-től láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.